Melyek voltak a legkedvesebb szerepek a pályádon? Hála jó Istennek, volt egy pár legkedvesebb. Hű, hogy egy gyors rovancsolást végzek, akkor imádtam a Mágnás Miskát, Pergüntöt, Őrült Nők Ketrecét, Lír Királyt, Túlzeus Magányt, ami most szinte utoljára volt. És az utolsók közül nagyon szerettem most a Hammerschmidt urat is. Van egy-kettő, ami néha előfordult természetesen, hát ez nem úgy van, hogy az ember majom módon minden, de ami kicsit tiltakozik, de azt a luxust azért nem engedem meg magamnak, hogy ebben belemerüljek, hanem valamilyen módon megkedvelem. Itt ahány szerepet soroltál, szinte annyiféle műfaj. Műfajonként van, amelyik műfaj esetleg közelebb áll a szívedhez? Akár zenés, akár tragédia, akár komédia. Tehát nagyon sokfélét soroltál föl, és mindegészen más karakterek. Hála Istennek, azért épp tegnap előtt számoltam ki, hogy ha jól szám, igen, 37 éve vagyok a pályán. És alapvetően nagyon sok karaktert játszottam fiatal koromban, hogy akkor nem nagyon osztogatták, csak úgy dobálgatták. Más rendszer volt a főszerepeket, hanem szépen vele kellett, ki kellett érdemelni, inkább ezt mondanám. És nagyon sok vígjátéki karaktert, nagyon szeretem a vígjátékokat. A zenéseket már azokkal csinyában vagyok, mert hogy ugye nincs jó hangom. És azzal meg kellett küzdeni állandóan. És érdekes módon az igazi drámai szerepeket azok 40 fölött értem be rájuk. Odáig kínlódtam velük. Ha már a kínlódásról beszélünk, mennyire szoktál megkínlódni egy-egy szereppel, tehát a szövegtanulással például? Mennyire kínlódás ez neked? Én azt mondanám, hogy a legkevesebb a szövegtanulás. Azt az ember ennyi év alatt megszokja, hogyha még egy Pergünnél is, ami aztán egy monstre anyag, az irgalmatlan anyag, idő kérdése, persze is energia. De nekünk ez a dolgunk. Úgyhogy ezt se fogom úgy fel, hogy jaj, hanem ez vele jár természetesen, mit tudom én, még az orvos bemosakszik. Tehát ez nem. Na de azt, hogy az jellemileg és lélektanilag is igazolt, és egy élő ember jelenjen ott meg, azon aztán igaz, sokszor kell. Még az ember, hogyha úgy elvileg tudja is, hogy miről lenne szó, de azt van egy olyan feneség ennek a pályának, hogy szervülnie kell, meg kell érezni. Egyszerűen csak úgy, hogy az ott legyen is, hogy éljem, tudjam élni. Előfordult olyan, hogy tudnám, hogy mit, de valahogy nem akar jönni. Nem adja meg magát, és egyszer csak megadja azért, de. Hogyan érintenek a díjak? Jászai Mari díjat kaptál, vagy most itt tavaly a poszton is díjat kaptál, illetve az idén a poszton díjat kaptál. Hogyan éled meg ezeket a díjakat, ezeket az elismeréseket? Természetesen hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem esik jól. Nagyon jól esik. Alapvetően az ember hiú, a színész ember még hiúbb. De már igazából nem olyan elsődleges, mint mondjuk 30-valahány éves koromban. Ha akkor jöttek volna, akkor röpködtem volna. Most már higgadtabban fogadom, de örülök. Hogyan tudsz feltöltődni? Hogyan tudsz pihenni az előadások és a próbák között? Ha nagyon fáradt vagyok, akkor én megfogadtam Molnár Piroskának a javaslatát, mert megkérdezték tőle egyszer, hogy hogyan pihen, hogyan töltődik fel, és hogy miket csinál, olvas, filmet néz, vagy valami aktív pihenés, ezt régen kitalálták annak idején valakik, amivel mélyen nem értek egyet, és azt mondta, hogy nem, szó se lehet, hogy nem csinálok semmit. Nem létezik szerintem sem ilyen, hogy aktív pihenés. Aki kitalálta, az nyaralt valahol, a többiek mentek kommunista szombatra, tehát ez hülyeség. Ez van, és amikor kvázi már kipihentem magam, akkor a szokásos, ahogy egy ember él. Filmeket nézek valóban, olvasgatok, és hát zene is jöhet, főzök. Ez, az megnyugtat. És az utolsó két évben most van egy nagy szerelmem, a jóga, és azt sikerül rendszeresen csinálni, és az sokat segít.
Amikor jössz-mész az utcán, vagy elmész jogázni például, akkor hogyan fogadnak az emberek? Megismernek, közvetlenek veled? Vagy művész úr, tehát mindig így tekintenek rád? Vagy esetleg ennyi év után, hogy ilyen régóta már Nyíregyházán vagy, egészen más már a viszony a közönséggel, vagy az utcai járókelőkkel? Ez furcsa, én ritkán vagyok az utcán. És valamitől, amitől nagyon megszerettem Nyíregyházát, itt szerintem nagyon kedves emberek élnek. Én bácskai vagyok, azt hittem, hogy az a világ közepe, de rájöttem, hogy mi ott lent karszosabbak vagyunk. És hogy igazából én nem veszem észre, hogy megismernének. De aztán kiderül, itt-ott, amott, de tényleg a postától, a boltban, a mindenhol, hogy de soha nincs olyan, hogy valaki ezt úgy mutatná különösebben. Csak amikor véletlen úgy hozza, akkor kiderül, hogy ja, igen, is ismer. Akkor legutoljára káposztát vettem, a vecsési káposztát, és akkor kiderült, hogy a hölgy, aki adta, hogy bérlete van is színházba járó, úgyhogy, és nagyon kedvesen elbeszélgettünk. Tehát így derülnek ki a dolgok.